Egyetlen téma, a város költségvetése került napirendre augusztus 29-én a képviselőtestület rendkívüli ülésén. A büdzsé változtatására elsőként annak érdekében került sor, hogy a gyermekétkeztetés biztosított legyen a jövőben. Korábban hoztunk egy olyan rendeletet, hogy az 1 millió forint feletti értéket meghaladó új kötelezettségvállalásokat nem tehet az önkormányzat saját hatáskörben, csak és kizárólag a képviselőtestület hozzájárulásával. Na most például a gyermek étkeztetés az ilyen. Tehát ahhoz, hogy szeptember másodikától, mert akkor kezdődik az új nevelési év, tanév, hogy mi tudjuk biztosítani a gyermekek étkeztetését, ahhoz viszont szükséges az, hogy meg tudjuk kötni a szerződést a leendő szolgáltatóval. A villamos energia beszerzése, valamint a Paksváros fejlesztése című projekt tovább folytatása és a helyi adórendszert vizsgáló munkacsoport tevékenységének finanszírozása is indokolta a költségvetés módosítását. A napirend kapcsán Paks polgármestere pontosító javaslattal élt. Kormányrendelet kapcsán, ugye, amit már mindannyian ismerünk, ennek kapcsán ugye azért nagyon sok teendőnk van. Én a leendő polgármesterasszonyt, Heringes Anita képviselőasszonyt szeretném bevonni abba a folyamatba, ami a rendelettel kapcsolatban számunkra feladatot jelent, azaz a költségvetés módosítását igényli. Ebbe a folyamatba én őt szeretném bevonni, már a jövő héttől elkezdjük a közös munkát, hiszen ő lesz a város polgármestere októbertől. A város költségvetését illetően Heringes Anita arról tájékoztatott, hogy hamarosan tárgyalóasztalhoz ül kormányzati szereplőkkel. Én nagyon remélem, hogy ez egy gyors, operatív és előremutató folyamat lesz. Hétfőn kezdődik el az egyeztetés, hétfőn két miniszter úrhoz is megyek egyeztetni a költségvetésünkről és az elvett pénzekről és a fejlesztésekről. Remélem, hogy pozitív hírekkel tudok kijönni, ezért kérem a teljes paksi lakosságot, hogy szorítson Paksváros érdekében, hogy egy előremutató tárgyalást tudjunk folytatni. A költségvetés módosításáról végül egyhangú 11 igennel szavaztak a képviselők. Még a napi rendi pont elfogadása előtt került sor a kérdésekre. Kudorné Szanyi Katalin a Pollák Mihály utca északi részén zajló építkezésről tolmácsolta a lakosság észrevételeit. Olyan környezeti hatások érik az ott lakókat, ami kellemetlenné vált. Egyébként is a fújó szél besodorja a lakásokba a homokot. Ez az egyik negatívum, a másik pedig az az ott közlekedő autók. Úgy megpakolják a gépkocsikat, hogy a szállítmányozás közben a por természetesen száll, és nem válogatja meg, hogy hova, rendszerint a lakások ablakaiba, illetve a homokszállítmányozást most fölváltották a mixerautók, azok pedig átlagban 70-80 kilométeres sebességgel közlekednek, ami nem jó, ad egy az úttestnek, nem jó a lakóknak elviselni ezt a megnövekedett forgalmat. Paks polgármestere úgy reagált, bár nem önkormányzati hatáskör, megvizsgálják a lakók panaszait. Az ügyben a műszaki osztály illetékesei járnak el, és felveszik a kapcsolatot a magánberuházóval. A beruházót pedig megkérjük arra, hogy minél kevesebb negatív körülményekkel járó munkálatokat végezzenek, tehát mindent kövessenek el annak érdekében, hogy a beruházás környezetében élők minél kevesebbet érezzenek ebből a beruházásból. A rendkívüli testületi ülést a Telepaks élőben közvetítette. A felvétel visszanézhető a Telepaksi YouTube csatornáján.